Német óra van a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában. Bár a Covid-járvány ebben a fél évben is rányomta bélyegét az oktatási munkára, számos rendezvényről le kellett mondani, a tanulmányi eredmények azt mutatják, a szülők és a gyerekek is betanultak a távoktatás előnyeibe, és kihasználják annak lehetőségeit is. Kovács Ferenc intézmény vezető véleménye szerint a 4-es fölötti iskola átlag jónak mondható. Az iskolánk úgy készült erre az évre augusztusban már, amikor összeállítottuk az ütemtervet, hogy megpróbáltunk visszatérni a régi kerékvágásba, és minden programot, amiket régebben is tartottunk megvalósítani, és nem egy Covid évet tartani. Ez évelején nagyon jól indult, az alapítványi futásunkat meg tudtuk még tartani több száz résztvevővel, majd őszi szünet utánra beindult a negyedik hullám, ha jól emlékszem akkor, és akkor sajnos már el kellett hagyni programokat, például a szülői bálat el kellett hagynunk, vált, és most pedig sajnos a farsangunkat is el kell hagyni. Ezek olyan rendezvényeink, amik több száz főt megmozgatnak, így 5-600 fős részvétellel nem tudunk rendezvényeket tartani. Beláttuk ezeket a dolgokat, próbálunk átszervezni programokat úgy, például a farsangot osztálykeretbe, hogy mindig kisebb létszámú csoportok legyenek együtt, és így a fertőzés veszélyse álljon úgy föl. A fertőzés miatt a pedagógusok egyedi módszereket találtak ki annak érdekében, hogy a karanténban levők ne maradjanak le a tananyagban. Rengeteg kollégánk átállt arra a módszerre, hogy miközben leadja az órát, reggel fölteszi Classroomba internetre az anyagokat, és akik otthon vannak, tudják ezt követni. Egyik kolléganő mesélte is például, hogy egyszerre nézik a gyerekekkel a feladatot az interneten, és látják, hogy otthonról valaki benyújtotta a feladatot. Tehát erre is van példa, ez nem egy klasszikus hibrid oktatás, de próbálják így a kollégák segíteni azokat, akik otthon maradtak. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi év során azért rengeteg tapasztalatot szereztünk, mind az informatikai tudásban, tehát hogy milyen programokra hogyan töltünk fel, biztosabbak a bejelentkeztetésben. Tehát én azt gondolom, hogy ez kiforrott most már, és ezt jól tudják használni a kollégák. Ettől függetlenül ez egy dupla megterhelés, tehát ez egy nagy feladat mind a szülőknek, mind a kollégáknak. Tehát én is látom szülőként, hogyha otthon van valamelyik gyerekem, hogy az a feladat mennyiség, amit otthon szülőként el kell sajátítani a gyerekkel, az hát jobb, ha iskolában van. Az általános iskolák második fél évében a tanításon kívül a beiskolázás is feladatokat jelent. A beiratkozási napjainkat régebben úgy csináltuk, hogy 3 volt, ahova bármelyikre lehetett jönni, bármelyik óvodának. Most szerettük volna ezt is szétszedni. Tehát 4-én, 18-án és 25-én most februárban tartunk bemutatkozó napokat. Az elsőre, ami múlt pénteken volt, meghívtuk a Malom óvodát és a Ficánka óvodát, és így bontottuk az óvodákat. A következő a 18. időpontra slesek, a Szélkakhasost hívtuk meg, és a Várajai óvodát, és a Liget, Pitypang, Napsugárt hívtuk meg a 3. időpontra. Ez nem azt jelenti, hogy aki nincsen ezen a listán rajta, tehát vidéki óvodából jön, bármelyikre eljöhet, illetve a Ficánkánál is hallottam, hogy pont karanténban voltak, hát erre nem lehet felkészülni, bármelyik másik időpontra el lehet jönni az érdeklődőknek, ahol alapvetően bemutatkozó foglalkozásokat mutatunk meg, ilyen 10-15 perces foglalkozásokat nyelvből, képességfejlesztésből, ilyen a Lego Matek, de a Sakkpalota program megmutatjuk, és bemutatkoznak az új elsős tanítónénieink, tanítóbácsiaink. Igazából ez a fő feladat most a második fél év elején. Március 1-től lesz ismét egy regisztráció az iskolánkban, egy online regisztráció, ami alapján majd a beiratkozást fogjuk végrehajtani áprilisban. Egyházzal odébb a Széchenyiben már a farsangra készülnek. Itt is befolyásolta a munkát a vírus járvány. Ahogy mindenki életét, így a miénket is, természetesen ez nagyon megnehezíti. A gyerekek, meg a kollégáim is azt gondolom, hogy jól veszik az akadályokat, de nem ritka, hogy több osztályunk is karanténban van. Mi igyekszünk nagyon zökkenőmentessé tenni ezt a gyerekek és a szülők számára elsősorban, mert azt gondolom, hogy rajtunk kívül ők a következők, akik nehézségekkel küzdenek. Az otthon lévő gyerekeknek ugye a digitális oktatást igyekszünk minél gördülékenyebbé tenni. A kicsikkel azért nehezebb dolgunk van, mert ők azért szülői segítség nélkül nem igazán boldogulnak, azt gondolom, még az internet világában, de a kollégák is nagyon sokat fejlődtek ezen a téren, és nagyon sokat segítenek az osztályaiknak. Szülők ugye nálunk már március óta nem jönnek be az iskolába, így vannak olyan programjaink, amiket nélkülük tartunk meg.
Itt ami nekünk nagyon fontos, és azért ők is részesei lehettek, ez a pályorientációs napunk volt ősszel, ahova a nyolcadikosokat szoktuk hívni, illetve a környéknek a középiskolái jelentkeznek, és mutatják be az osztályaikat, vagy a leendő osztályaikat. Ide nagyon sokan érkeztek, ez meglepő volt számunkra, tehát a vártnál nagyobb létszámban jelentek meg a nyolcadikosok, ennek azért is örülünk, mert ugye nekünk is van gimnáziumi osztályunk, ami szeptembertől várja a gimnáziumba készülő gyerekeket. De nem csak a gimibe készülők találhatják meg számításokat az intézményben, természetesen az óvodát kijárók számára is nyitott az iskola. Nagyon nehéz úgy megmutatni magunkat, vagy megismerkedni a szülőkkel, hogy nem tudunk találkozni, úgyhogy mi tavaly teljesen digitális vonalon tartottuk ezeket a programokat. Idén viszont két találkozásra is készülünk, február 25-én és március 18-án, amikor az óvodások és a szüleik eljöhetnek, megnézhetik az épületet, megismerkedhetnek a tanítónénivel, illetve a környezettel. Úgyhogy reméljük, hogy ez nagyban segít majd a beiratkozáskor. Az iskolában, mire a tanév elkezdődik, a beruházások is lezajlanak. Új gumiborítást kap majd a sportpálya, és várhatóan elkészül az a játszótér is, melyet a város nyert meg, és amely az intézmény előtti parkban kap majd helyet.